Én nagyon nem szeretem a karácsonyt, ugyanis ez az egyetlen időszak az évben, amikor a családom nem szeretetteljes, hanem feszült. Iszonyat nagy családom van, és mégiscsak nagyon kevés emberrel találkozom karácsonykor, és ilyen Skype partikat tartunk, Skype karácsony. Szerintem nagyon nagy stressz ez, hogy kinek mit ajándékozzunk, például baráti körbe. És ez egy kicsit megöli a jellemet. Nem a jellemet, de megöli a karácsony hangulatát. Hát elmegyünk karácsony előtt közösen vásárolni, és anyukám azt mondja, hogy ezeket elteszem addig, amíg karácsony nem lesz, és majd lepődj meg, a falat ott lesz. Mondom, köszi. Tavaly előtt anyumnak írtam egy verset, és annak nagyon örült, meg még vettem mellé fülbevalót, amit hála az égnek hord, úgyhogy talán annyira nem nyúltam félre. Mivel a zseppénzemet mondjuk a szüleimtől kapom, ezért kicsit fura, hogy az ő pénzükből veszek nekik ajándékot, de legalább örülnek. Az egyik barátnőm, tudtam, hogy fog nekem ajándékot adni, és ezért írtam neki egy mesét, hogy hogyan jött az új osztályba, és hogy milyen nehéz volt neki az elején, és hogy mennyire befogadta az osztály, és erről írtam neki egy ilyen kb. 5 oldalas történetet, és annyira örült neki, hogy bekeretezte a falára. Nálunk úgy van az ajándékozás, hogy az illetőnek a kedvenc ételét kell elkészítened. Volt olyan, aki azt írta, hogy nagyon szereti az oreós csokit, és valaki csinált egy oreós tortát. A csaj mondta, hogy van neki most egy terráriuma otthon is, hogy üres, és a srác pedig osztálykarácsonyra hozott neki egy csomó békát. És ott voltak egy zsák vízbe. Az létezik? Hát ott volt, mondjuk láttam. És kuruccsoltak, és annyira vártuk a pillanatot, hogy odaadja a lánynak. És mit szólt? Leesett az álla, és körülbelül szaladgált az osztályba, és kiabált, annyira boldog volt. Most meg unokatesóim tényleg hisznek ebben a Jézuskás angyalkás históriában. És nem tudjuk, hogy honnan jött ez az egész, így, hogy juthatott eszébe nagynénémnek, mikor nálunk soha nem volt így komolyan ilyen, mindenki tudta, hogy kitől kapja az ajándékot. Most meg titkolózni kell előttük, és olyan fárasztó az egész. Én az öcsémmel látom, hogy amit mondjuk, nem tudom, a fát feldíszítettem, és a Lóci bejön, és elkezd csodálkozni, és ugrálni, akkor ez egy olyan szép élmény, hogy ő még tényleg ezt hiszi, és ez a gyermeki rácsodálkozás, ez szerintem nagyon fontos. Volt egy olyan karácsonyunk, amikor beruhantunk a nagyszobába, ahogy meg van írva a nagykönyvben, és nem voltak ajándékok a fa alatt. És mindenki annyira szomorú lett, hogy elbújdokoltunk a ház különböző részeiben, és ott sírtunk, hogy mi rosszak voltunk, mert hogy a Jézuska nem hozott nekünk semmit. Aztán némi idő múlva a szüleink megkönyörültek rajtunk, és akkor behoztak egy vödör ajándékot becsomagolva, de azóta sosem felejtem el azt, hogy a karácsony lényege az nem az, hogy ajándékot kapjunk, hanem hogy együtt és szeretetben eltöltsünk egy estét. Nekem ezt jelenti a karácsony.